Tavasztól egészen október végéig tartanak a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. Ezek során az ellenőrök az általános kereskedelmi feltételeket sértő tevékenységeket szűrik ki. Folyton visszatérő problémának számít például a kiskorúak szeszesítallal és dohánytermékkel történő kiszolgálása. Kereskedelmi és vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, itt ki kell térni arra, hogy elsősorban a szórakozóhelyeken a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályoknak való ellen, ö, megfelelést ellenőrizzük gyakorlatilag itt fiatalkorú közreműködőkkel próbáljuk meg kiszűrni azokat a piaci magatartásokat, amiket a vállalkozások esetlegesen a fiatalkorúak próbására elkövetnek. Valamint vannak olyan helyszíneink, amelyek inkább csak nyáron jellemzőek, ilyenek például a strandok, különböző akvaparkok, illetve olyan fesztiválok, amelyek teljesen időszakosak és egy-egy nyári hónaphoz köthetőek. Az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak a nyugtákra, a megfelelő mérőeszközökre és a vásárlók könyvére. A fesztiválokon és rendezvényeken pedig kiemelten ügyelnek a vidámparki játékok szabályos működtetésére is. A nyári időszakban idegenforgalmilag frekventált helyeken az ellenőrzések célja az, hogy megakadályozzák a fogyasztók megkárosítását. A legtöbb vizsgálat során nincs szabálytalanság, az ellenőrök elsődleges célja pedig nem a bírság kiszabása, hanem a megelőzés.